A szerkesztő virágéva nevében is köszöntöm a Hitrádió Janisták Roma közéleti magazin hallgatóit, a mikrofonnál Király Márk, technikus Bagócsi Bátor. Vaj műsorunk témáját egy nemrégiben lezajlott esemény adja, esemény adja. Német Sándor a hídgyülekezete vezető lelkésze is megáldotta, illetve üdvözölte a második országos roma konferenciát, amelynek ezúttal is a Szentpál Akadémia adott otthont. Az érdeklődés ezúttal is nagy volt, hiszen több mint 800 ember e, vett részt az alkalmon, amelyet a Híd által alapított és támogatott Országos Roma Misszió szervezett. Vendégeim a stúdióban, ifjabb Csík Benedek, Mocsár Rihárd, Nilebor Krisztián és Sárközi Róbert. Köszöntelek titeket a műsorban. Szia már! Szia, már. szia már! Hogyan értékelitek, illetve... E, hogyan éreztétek magatokat a Roma konferencián? Hát nem is azt mondanám, hogy szokásos módon nagyon jól, hanem inkább azt mondanám, hogy egyre jobban. Ugye Isten munkáját látjuk erősödni személyes szféránkban is, és akkor, amikor ilyen integrált módon egybegyűlünk, Isten népe egybegyűlik egy helyen, akkor az mindig egy nagyon bátorító, felüdítő élmény, és hát a visszajelzések is azok a tapasztalataink a saját köreinkből is, meg így a kollektív körökből is, hogy nagy áldás volt mind a dicséret, mind az ige hirdetés, és maga az, hogy hát közel ezer ember, ezer cigány ember dicsérhette az urat, ez még inkább egy felemelő érzés. Egyébként, volt. hogy, csak 800-an voltak, Ricsi, mi adott ennek keretet, hogy Hát ugye nyilván el... a, a, a Szentpál Akadémiának ez a kék termének ennek korlátozottak a, a, méretei, tehát sokkal többen jelezték, hogy jönnének, de hát regisztrációhoz volt kötve ugyanúgy, mint a legelső alkalommal, és ezért, ezért csak ez a 800 fő volt így, így belőve, hogy ennyi a, a ami biztonságos körülmények között befér oda, és, és így, így flottul le tudtuk vezényelni uh -huh. az egész konferenciát, de a mi számításaink szerint ilyen 1200-1500 fő is össze tudott volna gyűlni, hogyha a más helyszínt választunk esetleg. Többen kísérték figyelemmel interneten a, a, az élő konferenciát, a jelenléti konferenciát. Milyen újítások voltak az előzőhez képest, Krisz? Hát, az újítások maga a dicséretben is megjelentek, hogy a múltori alkalmon női kórus volt, most volt férfi kórus, vegyes kórus. kórus, ami színesítette, és erőt erőteljesebbé tette a, a, a dicséretet. A beléptetés a körülmények azok hasonlók voltak. Meg volt egy nagyon nagy különlegesség, egy, egy csúcspontja, hogy roma nyelven is elhangzott egy dicséret, amire nagyon hálásak voltunk, és örültünk neki, hogy megszólalhatott roma nyelven is az Isten dicsőítés egy roma konferencián. Azt hiszem ez is egy különleges pontja volt a, a konferenciának. Robiti, hogyan készültetek a konferenciára, illetve a gyülekezeteit például? Hogyan készültek? Hát nagyon nagy örömmel készült tényleg mindenki, és sajnos, ahogy megemlítettük, hogy korlátozott számba tudtunk csak elmenni, még az utolsó pillanatokba is kellett igazítani a létszámokon, mert a két gyülekezetből több mint 200 fő tudott volna eljönni, itt csak olyan 160 fő jött el. De egyébként nagyon nagy lelkesedés volt kétszer is kimentem, meg megnéztem, amikor bejöttek az emberek. Nekem egy nagyon üdítő érzés volt, ahogy láttam őket szépen fölöltözve, ékesen. Tehát igazából ilyen jó érzést töltötte be a lelkemet, hogy láttam. És amikor megindult a dicséret, tényleg egy ilyen nagyon, nagyon jó szellem szállt rá a gyülekezetre, és azt szerintem mindenki érezte, lehetett érezni végig. Ugye ilyenkor azért vannak pozitív és Negatív vélemények is, és uh, én a Facebookon követtem ezeket. Uh, ime egy-két észrevétel a, uh, és a kérdés, amit uh, ki fogunk beszélni. Szóval idézem: Roma konferencia miért van ilyen? A Biblia hol válasza el a fehéret és a feketét? Eddig sem volt ilyen, ezután sem kell, mondja az egyik uh, kommentelő, vagy. Bocsánat, hogy megkérdezem, de Krisztus egyházában mi az, hogy Roma konferencia? Itt egy következő vélemény. Ez nekem kicsit olyan, mint a Roma iskola és a magyar iskola. Magyar iskola magyar tanárokkal, Roma iskola roma tanárokkal. Nem gondolom, hogy ez a konferencia volt az utolsó. Lesz még, és, a, és, ez, a szak, és ez szakadáshoz fog vezetni, állapítja meg ugye a kommentelőnk. Aztán van egy másik. Miért nem tartanak külön magyar konferenciát? Krisztus teste, egy szellemmel vagyunk megítatva? Nem mondhatja az egyik a másiknak, hogy nincs rá szükségem, amíg a kulturális hátteredben nem számolod fel az Isten telen dolgaidat. Márpedig ennek a konferenciának akarva akaratlanul ez az üzenete. Természetesen nincs gond azzal, hogy roma gyülekezetek jönnek létre, de ha, egy, ha ez egy koncepció része, akkor nagy a baj, mi a véleményetek? Talán melyik kérlek. Mi, miért van szükség Roma gyülekezetekre? Talán kezdjük ezzel. Igen. <coughs> Ö, ugye, ahogy a, az első kérdésben is elhangzott, hogy fehér és fekete nincs szétválasztva. Ö, az Abcsel 15. fejezetében, az apostolok cselekedetei 15. fejezetében az első zsinatnál már megjelenik hasonló kérdés, mi szerint a zsidó háttérből és a pogány háttérből megtért embereknek egyrészt a közössége, illetve a megtérésüknek ö, ö, a hogyanáról beszéltek. Ugye konkrétan a kérdés az volt, hogy a törvényt megetartsák vagy sem, a pogány háttérből származottak. Hogyha a Biblia nem venni alapul, a nemzeti identitásunkat, nem venni alapul a hova tartozásunkat, akkor erre nem adna erre a kérdésre választ. Márpedig a 15. fejezet az apostolok cselekedeteiben pontosan ezt taglalja. Ugye Jézus a szolgálata során ő, ő, körülbelül három-négy évet szolgált a földi léte során, csak zsidók felé szolgált. Aztán, utána után elragadtatott, ö, ö, elküldte a tanítványokat a széles világra, a nemzetek felé. Így van. És elindult a nemzetek felé való szolgálat, először is ugye maga ö, Péter, de mint a nemzetek apostola pálon keresztül kiterjedt az evangélium. Elérkezett Európában is. És ö, ugye, ez volt a kérdés ott az apostolok részéről, hogy hát most ezt hogyan kezeljük. Tehát ki árat Isten szelleme a nemzetekre, de nem fordulhatunk ő feléjük ugyanazzal az elvárásokkal, látással, ahogy a sajátjaink felé, ahogy a zsidóság felé. Mielőtt még ezt szellemisíteni bárki is, hogy itt a zsidósággal beazonosítanám a hídgyülekezetét, távol álljon. A hídgyülekezete magyar nemzetből álló emberek, mint ahogy magyar cigányok is jelen vannak a híd gyülekezetében. Hála Istennek vannak ébredési mozgalmak a romák között is. Akkor hogyan kell nekünk ezt értelmezni? Egész pontosan úgy, ahogy Pálapostól mondta, görögnek görög lettem, rómainak római, szabadosnak szabados, mindeneknek minden lettem. Vagyis meg kell érteni az adott háttérből érkező embereknek gondolkodását, hátterét, kulturális felfogását, és azzal nem negatív módon, de egyfajta módon azonosulni kell, olyan értelemben, hogy megértsük, beleérezzünk abba a háttérbe, amiből jön. Ez pedig egy roma ember nagyon jól tudja érteni, és még egy nem roma embernek esetleg ezt tanulnia kell. Persze van szent szellem, aki minden igazságra elvezet minket, és egy nem roma ember is tud szolgálni romák felé. Erre is találunk példát, hála Istennek Krisztus testében, de nekünk meggyőződésünk az, hogyha egy cigány ember betöltekezik szent szellemmel, és az úr ad neki pásztori elhívást, és tud szolgálni emberek felé, akkor nagyon hatékonyan tud szolgálni, mert ismeri a hátteret, ismeri az adott nehézségeket, ugyanakkor, mint egy újjászületett Krisztusi ember, bibliai alapokra tudja építeni Isten munkáját a roma közegben. Igen, ahogy beszélsz, eszembe jut a fejezet, amit idéztél, és azért tényleg azért ott is látszik, hogy egy külön zsinatot kellett összehívniuk, és e, hát ott vitatkozás volt ezzel kapcsolatban. És még az is eszembe jut, hogy, hogy ugye ma sokszor beszélnek az integrációról, szegregációról. És hogy egy roma konferenciát tart az egyház, ez nem szegregáció? Mit gondoltok erről? Nem szegregáció, mert elsősorban meg kell érteni maga a szónak a jelentését. Ugye elkülönítés jelent a szegregáció, az integráció beolvadást, beilleszkedést jelent, és a Biblia beszél integrációról. A fő és a végső nagy cél mindannyiunk integrálása. Ugye az Efézusi levél első fejezetben pálapostól azt mondja, hogy Isten ismét egybe fog szerkezteni mindent. A nagy cél az, hogy Isten mindenben, és mindenben ne legyen Istenben. De addig, amíg a Földön vagyunk, bizony van nemzeti identitás, bizony van nemzeti szuverenitás. Hogyan jön ide kérdésként Ugye az, hogy Roma konferenciát tartunk? És ez nem olyan, mint ahogy a kérdésben is elhangzott, hogy magyar iskola magyar tanárokkal, a roma iskola roma tanárokkal, ám bár ők is egy folyamatban vannak az integrálást értően, és mi is egy folyamatban vagyunk. Az, hogy megtértünk, az, hogy újjászülettünk vízszől és szellemtől, az, hogy Krisztusi identitással rendelkező emberek vagyunk, ennek nem a végtermékét látjuk, sem akkor, amikor megtérünk, sem akkor, miután még a hitpályáját futjuk. Ennek egy fejlődési folyamatában vagyunk, míg elérünk a Krisztusba, van, mert ez Pálapostól úgy fogalmazza, hogy Krisztusban tűnik el a görög, az kihitai, a szolga és a szabados. Mit jelent ez egész pontosan? Azt, amit az előbb kifejtettem az Efézus egy alapján, hogy ez egy cél. Ez egy előttünk levő szellemi valóság lesz. Viszont ezt a célt, hogy elérjük, szükséges a specifikus szolgálat emberek felé az ő hátterüket megértve. Akkor, amikor összegyűlik egy roma gyülekezet például, de ugyanez egy országos szintű roma konferenciánál. Mi Isten igével szolgálunk, mint egy Isten szellemével. Kijelenthetjük, hogy hála Istennek ugyanaz a szellem van bennünk, mint a hídgyülekezetének a vezető lelkészénben, Német Sándorban. Mi azzal a kenettel és azzal a kegyelemmel szolgálunk a romák felé. Vagyis a legnagyobb integráló erő, Isten szelleme, a legnagyobb integráló erő és hatalom Isten beszéde. Mert a magyar, embert, és most a romák egy kicsit még jobban megértik, a gácsot, mert mi is magyarok vagyunk, a magyar cigány embert is, Isten igéje és szelleme integrálja be Krisztus testébe. Amikor összegyűlünk így imádkozni, dicsérni az urat, hallgatni Isten beszédét, akkor nem más teszünk, mint ez a nagy cél felé mozdulunk el. És az, hogy ezt egy ilyen közegben megtesszük, szerintem pontosan nem az elszakadást jelenti, mert szellemben kell először megtörténni az integrációnak. Ugye, amikor dicsérjük az urat, és hát hány olyan istentisztelet van, én pesti vagyok, szombatonként látom, több ezer nem cigány van az istentiszteleten, és jó pár száz cigány ember részt vesz az istentiszteleten. Ha ez szegregáció lenne, akkor miért vagyunk ott? Köszönöm. És fordítva is van, hogy vannak roma gyülekezetekben nem romák, hála Istennek. Na most a szellemben való integráció a földi létünk során valósul meg, illetve egy folyamatáról beszélünk. De amikor amikor dicsérjük az Urat, amikor a, az Isten tiszteleten vagyunk, ez erős. Viszont amikor kilépünk ebből, akkor nyilván visszatérünk a magunk szerep világában, és elkezdünk mozogni a társadalomban úgy, mint cigány ember. Igen. Sokakat érdekel ez a ö, kérdés, ö, akár kimondatlanul is. Mi a véleményed, Robi, hogy miért van szükség roma gyülekezetre? Ez egy nagyon fontos és nagyon aktuális kérdés. Nekem eszembe jutott egy, igen, az 1. Egy Péter, 1.9-et egy fogom olvasni, a Ben is utalta erre, elérvén a hitetek célját, a üdvösségét, ez szerintem egy nagyon nagy kulcs szó. Az eredetibe úgy van, hogy a szotéria szó szerepel, kiszabadítani a lelkünket, és ugye pont ezek a szolgálatok, amit hallanak a Sándortól, hallunk a Sándortól, mi a saját gyülekezeteinkben ezeket leképezzük. Tehát ezt, ezt tudni kell azt, hogy eh, ahhoz, amit a Sándor ahogy prédikál, eh, kell némi teológiai ismeret, tudás. És ezt mondjuk meg őszintén, nagyon sok roma gyülekezetben, romák között nincsen. De mi, akik értjük, és ezt, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy húsz éve ezelőtt tapasztaltam meg ezt, és hiszem, hogy az úr ezt a, a szívembe ezt a kielentést, hogy megértettem, hogy nem minden romának kell bejönni a hídgyülekezetébe, de a pásztoroknak ott kell lenni. Hogy amit a Sándor mond, és amit a Szentlek vezetése hoz, azt nekünk a népünk közé be kell vinni, és az embereket meg kell erre tanítani. Gyakorlatilag hogy mi a szolgálati ajándéknak vagyunk a meghosszabbított keze, szája, lába, tehát rajtunk keresztül mozog a szentlek, ugyanúgy, hogy a nagy és én azt gondolom, hogy azért kell a roma gyülekezet, hogy még közérthetőbben, még egyszerűbben a saját ö, ö, nyelvünkön, a saját népünknek, hogy a benne is utalt rá, mi ismerjük a hátterét, az érzelemvilágát, hogy hogyan lehet velük beszélni, megszólítani, stb. És egyébként nem lehet másképp, én úgy gondolom, a romákat kihozni ebből a háttérből, csak Isten szelleme által tudjuk beintegrálni ebbe a nagy egészbe, és ehhez kell nekünk is Istennek a bölcsessége kijelentése, tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a, a lélek kiszabadítása, ugye, hát az, amiben élünk, és ezt kell megérteni, hogy, mert ugye a megtérés, azt tudjuk, hogy ez egy pillanat, uh -huh. ez egy szellemi dolog, az azonnal végbe megy, Megváltozik a szellemünk, az Úr Jézus beköltözik, de az a, a, a jellemünk az nem fog megtérni azonnal. Én elmondom őszintén, 87, 87 óta vagyok megtérve, mind a mai napig formálódik a jellemem. És ahogy én magam a meg a környezetem, a feleségem, a gyerekeim, a rokonaim, meg a barátaim, ugye, ahogy ismertek ezelőtt tíz éve, öt éve, megyünk át ezeken a folyamatokon, és nagyon fontosnak tartom, hogy mi Ezeket igenis leképezzük konferenciákon, Isten tiszteleteken, hogy még közérthetőbben tudják átvenni ezt a cigányt. Igen, ahogy hallgatlak benneteket, az jut eszembe, hogy, és azt hallom ki a, 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 válaszaitokból, hogy a, a roma misszió, a, a romaság felé való, való szolgálat, az, az az egészhez tartozik, tehát a, a híd gyülekezetéhez tartozik, ha jól értem, de mégis van egy egyfajta plusz, amit a roma gyülekezetekben a, a roma keresztények kaphatnak. Mi ez a, a, a plusz? Nem tudom, melyikőtök szeretne erre válaszolni. Hát én csak még az előzőekhez annyit igen. hogy én, én a, a Beninek meg a Robinak így a véleményét egy kicsit ötvözném. Tehát ugye, már évek óta nem divatos szó, amit említesz, integráció ugye társadalmi szinten is, meg politikai szinten is nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek a kisebbségi társadalom romasságnak a felzárkóztatása, az integrálásához. Nyilván, nyilván a szónak a, a jelentést tartalmaz az ugyanaz így az egyházon belül is, de hogy a Beni mondja, természetesen nekünk az integrálás az, az Krisztushoz kell, hogy, hogy Krisztusra kell, hogy irányuljon. És e, ugye a kérdés, hogy miért is van szükség roma gyülekezetekre, én ezt egy kicsit árnyaltabban látom. Nem is, nem is az a lényeg szerintem, hogy roma gyülekezet, mert mitől roma gyülekezet, egy roma gyülekezet? Ezt Rom, font, vagy, ez egy érdekes kérdés. Romák így. járnak oda? Vagy a vezetőjük roma? Uh -huh. Attól lesz roma egy roma gyülekezet? Úgyhogy én egy kicsit árnyaltabban látom ezt a képet, mert nem, szerintem nem is az a kardinális kérdés, hogy legyenek roma gyülekezetek. Jó, ha vannak roma gyülekezetek. De ami, ami szerintem meghatározza az, hogy legyenek roma szolgálók, a, akik, akik jól hasogatják az Isten igét, akik szellemi, erkölcsi területen is megállják a helyüket, akik megfelelnek azoknak a szellemi, erkölcsi e, igei e, elvárásoknak, amit, amit Krisztus támasztotta a szolgálókkal szembe. Mert ha vannak roma szolgálók, szolgálatok, akkor ők sokkal inkább meg tudják szólítani a romákat, pontosan azért, amit a Robi is mond, hogy jobban lelkületbe, a háttérbe, a, a, az a fineszesség, az a dörzsöltség, azért az nyilván, hát most az, hogy megtértünk, azért, azért hogy a Biblia is beszél fortéosságról, ugye a példabeszédek, tehát ez azért megmarad az emberben, és azért a, a, romáknak ezt a fajta dörzsöltségét, ezt, ezt egy roma sokkal jobban leveszi. Tehát nem tudják annyira megvezetni a, egy roma szolgálót, mint, egy, mint egy, 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 nem roma szolgálót, és szerintem ezért nagyon kívánatos, hogy a, hogy a, romák előtt is legyenek olyan jó minták, példák gyülekezetek előtt, akiket lehet követni, mert azért most legyünk őszinték. Tehát az kívánatos az lenne, ha mindenképpen a Szent Szellem olyan mértékkel lenne jelen, hogy mindenkit úgy tudna vezetni, hogy minden nap tudnánk poénra Szentléleknek a vezetését. Na, de hát azért tegyük a szívünkre a kezünket, azért ez nem, nem ez a realitás. És a gyülekezetekben az emberek, a bárányok a szem előtt való dolgokat azért látják, amik, amit eléjük van téve, ők azt a mintát fogják követni. Így van. És ezért nagyon fontos, hogy jó minták legyenek a, a romák elé, és roma szolgálók, roma vezetők részéről, akiknek a családja, a gyerekei, felesége, anyagi élete, minden rendezett, hogy mondja is ugye pálapostól, hogy nem fedhetetlen, tehát nem rajta kapható, tehát hogy ne legyenek olyan ügyek, amiben bele lehet ilyen módon. Mászni fogást lehet találni, mert ha ilyen minták vannak a roma gyülekezetek elé téve, akkor a gyülekezetek is ebbe az irányba fognak elmozdulni és ez fog egy minőséget létrehozni, mert egy bizonyos ponton túl azért látjuk Jézus szolgálatánál is, hogy a mennyiség a nagy tömeg után azért már igyekezett is a minőségre hangsúlyt tenni, nevelés, és ez a cél az egyházban, hogy ne csak sok ember legyen, hanem akik ott vannak, azok, azok gyökeret tudjanak verni az egyházba, Krisztus testébe szolgáljanak, és a legvégén örök életük legyen, és ehhez szerintem a, a roma gyülekezetekben lévő romatestvérek sokkal inkább meg tudják találni a helyüket, akár a szolgálatba állás kapcsán, akár, akár a pásztorlás kapcsán, sokkal inkább meg tudják első kézből kapni azokat a szolgálatokat. Ami, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy stabil és integrálható Igen. közösségek jöjjenek létre. Ahogy készültem erre a beszélgetésre, azért kicsit utána olvastam ennek a történetének, történelmének, a roma misszió történetének, és azért látni, hogy ezt, ez, ez gyakorlatilag már a 70-es években elkezdődött, Igen. és különböző egyházak fel is ismerték, hogy van egy nagy igény erre. Krisz, ugye aki egy kicsit ismeri a roma kultúrát, az láthatja, hogy... A, a, azért a, romaságon belül legfőképpen a három nagy csoporton belül, van, van egyfajta, nem szegregáció, mert ez talán erős, de van egyfajta elkülönítés, el, el különítés, elidegenedés. Így látod ezt a roma gyülekezetekben is? Igen, és én is reflektálnék a testvéreimnek a gondolatára, hogy még közelebb jusson a kérdező a válaszhoz hogy szerintem meg kell értenünk, hogy nem emberi szinten kell gondolkozzunk az Isten tervében. Tehát ö, olyan, hogy fekete-fehér, szegregáció, különválás, ebben nem kell gondolkozni, mert le kell szögeznünk, hogy nem személyválogató az Isten, és minden, ked minden nemzetben kedves ő előtte az, aki féli az Urat, és az igazságot cselekszi. Igen, ám, de ugye az egybeszerkesztéssel kapcsolatosan is, ahogy egy házat, akár föl akarunk építeni, sem úgy van, hogy mindent egyben ragasztunk, összekötjük és kész van a ház, hanem Isten, mint nagy építőmester, építi fel minden kulturális háttérből jövő embereket, arra, hogy a Krisztusba, hogy a Beni is, a Robi is, a Ricsi is említette, bekerüljenek. Ezért meg kell értenünk az Isteni tervet, hogy Isten hogy gondolja hatékonyan beépíteni a, az Isten országába a különböző kulturális háttérből jövő nemzeteket. A hídgyülekezete is a Krisztus testének, hogyha mennyből nézzük, a Krisztusnak egy teste van itt a Földön, és a hídgyülekezeti is egy Krisztusnak egy testének egy része, amiben beintegrálódik, és ezen belül van még egy kulturális különbség, ami a magyarság és a Magyarországon élő romaság között is felmerül, de felmerült a te kérdésedben az, hogy még a romaságon belül is vannak ugye olá cigányok, rumungrók, beáz cigányok, akik között is még a világban is feszültségek és olyan szituációk állnak föl, hogy nem tudnak egységre jutni, mondjuk hogy nézeteltéréseik vannak finoman fogalmazva. És azt gondolom, hogy például az egyházon belül a magyarság nem látja ezt a fajta különbséget, hanem ezeket a különbségeket mi látjuk meg, főleg mi roma vezetők, akik ezekből a hátterekből jövünk, mert van közöttünk szinte majdnem minden háttérből jövő személy, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tart a, az úr is azt, hogy először a romaságon belül jöjjön létre egy egység, aminek, mert kérdezte egy, spe, egy specifikumot, vagy egy különlegességet, volt egy különleges pontja, ami azt gondolom mindenkinek átjött egy jelzés értéke, amikor a Károlyi Vili, mint olácigány háttérbe jövő testvérünk, a Győri, pásztor, győri gyülekezetnek a vezetője, a roma dicséretek után a kedves testvérünkkel Csíkbenivel összeölelkeztek, és ez a, ez a fajta romaságon belüli uh, különbség, láttuk, hogy a Krisztus uh, jelenlétében, a Szent Isten szellemének az, az e, e, is, e, egységesítésében, és az Isten igéjében való... Uh, uh, hogy fogalmaztátok ezt a szót, nem nagyon szeretem az integrációban megtörtént, és Isten bizonságot tett arról, amikor a Beni és a Vili átölelte egymást, hogy bizonyám először közöttünk akar Isten a romaságon belül egy egységet teremteni. Tehát ha jól értem, akkor Vili olá Benni pedig egy ez egy, romungró, egy, zenész, egy zenész, magyar cigány, amit a cigány Igen. nyelven rumungrónak neveznek. Igen. És amikor ez megtörtént, ez, a, ez az esemény, akkor mindenki fellélegzett és látta azt, és meg lehetett érteni, hogy mi Istennek a munkája elsődlegesen, hiszen oda küld áldást Isten, ahol egységben lakoznak az atyafiak, és ez, ezt a fajta különbséget mi belülről látjuk, vagy ezt a fajta integrációt, ez kívülről a magyaroknak az, hogy valaki cigányok, nem tudják ezt megkülönböztetni, ezért is szerintem fontos dolog az, hogy romák felé való szolgálatban Magyarországon ebben a munkában egységre jussanak a romák. És maga nem a célunk az, hogy a hídgyülekezeti, ez a magyarokhoz csatlakozzunk és oda integrálódjunk, hanem ahogy a Ricsi is megfogalmazta, a Krisztus testében kell integrálódnunk, de itt Magyarországon élünk, és itt felmerül két kulturális háttér, ami a Krisztusban Egységesítve integrálódni tud együtt a Krisztus testéhez, ami ugye az egész univerzumban vagy az egész Földön jelen van. Úgyhogy azért nagyon-nagyon fontos és nagyon különleges terület ez, amiből látjuk, hogy évek alatt igazán a roma ébredések és növekedések bizonyos ilyen háttérek hátterek miatt nem tudott megvalósulni. De nagyon fontos, hogy mi pedig felismertük azt, hogy nem a elkülönülés és a szegregáció, különválás vagy a magyarokhoz való beépülés fogja az örök életünket meghatározni, hanem az a szolgálati ajándék, amit felismertünk, ami német Sándoron működik, és ez a szolgálati ajándék alá rendelve hiszünk abban, hogy a romasság ez alá bekerülve, tudja az Istennek az akaratát, a léleknek az üdvösségét, a léleknek a megmenekülését végrehajtani, úgyhogy én ebben semmilyen szegregációt, semmilyen fekete-fehér különbséget nem látok, de eszembe jutott, miközben beszéltük, hogy Amerikában is vannak fekete gyülekezetek, Igen. amiben ott nem okoz különbséget, csak más a vérmérséklet sokszor, más a temperamentum, más a kulturális háttér, és amit a Beni is nagyon megfogalmazott, és én csak ebben értek teljes mértékben, egyet, és én ezt így látom ezen a területen, hogy a magyarság is véghez, végbe megy egy újjászületési folyamaton, hiszen ők sem tiszta háttérből jönnek, úgy, mint egyetlen egy nemzet sem, úgy a romaság is egy újászületési folyamaton megy végig, amíg mind a két nemzet bekerül a Krisztusban, és amit a benni mondott, csak a Krisztusban tudnak ezek a fajta Végén különbségek el, eltűnni, ezért maga ez a fajta fekete-fehér kérdés ez csak egy isteni terv, egy híd, addig még a magyarság is, és a romaság is a Krisztusba bekerülve tudnak egységbe a Krisztus testébe beintegrálódva Isten országához tartozni és örök életet nyerni. Személyesen azért tudok erről bizonságot tenni, mert a mi gyülekezetünk a hitműhelyben Kis István Pásztorral együtt, aki egy magyar származású, sváb eh, ember, én mint egy olácigány háttérből jövő eh, újjászületett keresztény, közöttünk nem merülnek fel ezek a kérdések, az újjászületési folyamatnak az eredményeképpen, amiből fölismertük, hogy mégis szükséges az, amíg nem történik meg a teljes újjászületés, a Krisztusban ékeskedő kornak a mértékére nem jut el mind a magyarság és a romasság, hogy addig ez a híd egymás felé képezve tudjon egységre jutni. Ezek már vannak példák, meg ez működik, hogy a Beni említette, hogy több ezer magyar ember, meg több száz cigány ember is összegyűlik, tehát senki nem akar szegregálni, senki nem tesz különbséget fekete-fehér között, de kell ennek egy külön pályája legyen ahhoz, hogy eredményes legyen az Istennek a terve, és megvalósuljon, hogy elnyerjék az emberek a lényegkülönbséget. Említettétek, hogy ugye <coughs> Sándor Pásztornak az üzeneteit próbáljátok lefordítani a, a, a közösségeitekbe. Ö, ugye Sándor Pásztor ö, egy apostoli ajándék, de akkor miért nem ő szolgál? Egy kicsit beszéljünk erről a romák felé, egy roma konferencián például. Hát én szerintem ö, ö, nagyon fontos, és mindig visszakanyarodunk egymás szavai, az hála Istennek, innen is látszik, hogy egyrészt egy szellemben vagyunk, meg a, meg a, a látása, a vezetés egy. Ö, az, amit mondtál, vagyis a Robi is mondta, hogy le kell képezni azokat a látásokat, kijelentéseket. És amit én személyes módon megélek, én ezt látom nyilván egy országos Isten tiszteleti rendezvényünkön is. Például én nagyon sokszor több esetben Sándornak az üzeneteit adom át az én gyülekezetemben, mint ahogy nincsen magamtól való látás, ugye Timóteus is azt adta tovább, amit Pálapostól. Ráadásul még Pálapostól azt mondta Timoteusnak, hogy bízd ezt másokra, akik hülyek tudnak lenni, és jól tudják, ahogy a Rics is mondja, hasogatni az igét. Tehát valójában ez történik ilyenkor. És azt nagyon, nagyon jó a kifejezés, hogy a Robi is mondja, hogy leképezni, és nagyon, és nagyon sokszor tapasztalom, de gondolom ti is ezt átéltétek, ugyanazt a tanítást, ugyanazt a szerdai vagy szombati tanítást leviszem, Kérdezem, hallgattátok az igét? Igen, hallgattuk. Fú, de jó. Elmondom ugyanazt a tanítást belehelyezve az ő világukba. Én nem másítom meg az igét, mert ugyanazt az igét szólom, csak lefordítom, és utána oda jönnek, fú, Beni, mekkora üzenet ez, dicsőség az úrnak. Pedig ugyanarról beszéltünk. Akkor mégiscsak a ö, szolgálati ajándék a vezető lelkésznek az üzenetei jutnak el a romák felé a gyülekezete. Emiatt se sem tudjuk mondani azt, hogy egy szegregáció, mert pontosan ez egy közös együttműködés Isten szelleme által, a szellemi tekintély német Sándornak a szolgálatán Igen. keresztül, amit Igen. mi behelyezünk. A, a roma ö, é, ö, gyülekezetekbe, és benivel megegyeztünk, hogy valami módon bennünk, a Sándornak az üzenetében egy konvertáció történik, ami a Igen. roma gondolkozásra, a kultúrákra át tudjuk és el tudjuk nekik mondani, hogy látjuk, hogy ez eredményes, mert megértik azt, amit egyébként nem ért. Nem Igen. mindenki ért. Igen, tehát az eredményesség, hogy akkor jól értem, hogy a roma gyülekezeteknek a létjogosultsága mellett, azért maga Isten is bizonságot Abszolút. tett az évtizedek során. Abszolút, hát ugye ez a fekete-fehér kérdés, most nyilván, ha, ha meg lehet közelíteni, így is meg ki lehet forgatni a dolgokat. Igen. Például nekem egy kedves barátom, pásztortársam elmesélte, ő sikeres pásztor, egy, egy nagy gyülekezetet vezet, és 90-es években, Ugye azt tapasztalták, hogy ott is egyre több roma tért meg. Bementek a gyülekezetbe, következő héten eltűntek. És ez így ment heteken, hónapokon keresztül. És akkor az volt nekik a vezetésük, hogy próbálják meg azt, hogy csinálnak a romáknak egy külön összejövetel. Aha. És az lett a tapasztalat, hogy azok a romák, akik megtértek, oda utána elkezdtek járni a roma gyülekezetbe, megmaradtak. És ugyanúgy egy a gyülekezet, és akkor persze meg lehet fordítani, hogy de akkor mi van külön roma gyülekezet. Ugyanúgy mehetnek vasárnap a, a, a gyülekezetbe, szombaton van külön a romáknak összejövete, azt is látogatják, azt is látogatják, és mégis az a tapasztalat, hogy akik romák megtének, a saját közegükbe jobban megmaradnak, jobban, jobban el tudják venni a roma szolgálóktól az Istennek az üzenetét, Nyilván ennek van veszélye, hogy ez ne legyen egy belterjes, és ne váljon egy szubkultúrává, és akkor ne, ne essünk bele abba a csapdába, ami általában a roma gondolkodást jellemzi, hogy hát jó van az úgy, mi romák vagyunk, nekünk ez is jó. Nyilván itt a minőségre nagy hangsúlyt kell tenni, és ezért utalnék vissza, amit az előbb mondtam, hogy itt viszont már a szolgálókon van a hangsúly, képezzék magukat, olvassanak, tanuljanak, igen. Stb. stb. stb., hogy olyan minőségű legyen az a munka, mint bármelyik ahogy, más gyülekezet. ahogy te is említett, hogy a szolgálókon van a hangsúly. Tehát a hitelesség, ha jól értem, nagyon fontos. De mitől lesz egy roma romapásztor hiteles, legitim vezető? Mitől fogják őt elfogadni? Hát, ha megengeditek, akkor még egy gondolat erejéig. Hát szerintem egyértelműen nagy a gyümölcsök. Tehát nyilván a bizalom, az, az, van egy általános bizalom a gyülekezet részéről, kineveznek valakit. Tehát, elvégzi a Szentpál Akadémiát. Tehát valaki lemegy egy vidéki gyülekezetbe szolgálni, van egy általános bizalom elfogadás. Na de hát ez csak addig tart, amíg aztán ki nem derül, hogy tud-e valamit letenni az asztalra, vagy nem. Mert automatikusan azért nem jár a bizalom az embernek, mert az úr adja nyilván a tekintét, na de a, ahhoz, hogy, hogy a gyülekezet előtt is az a személy, az legitim legyen, hiteles legyen, hát annak az egész életének, a szolgálatának a gyümölcsei tesznek róla bizonyságot, mert a jófa jó gyümölcsöt terem és szerintem ez kulcs kérdés, mert nem, nem csak az a kérdés, hogy elfogadja-e maga a gyülekezet. Ez egyik része, mert azért tudunk olyan szolgálatokról, amit szintén elfogadnak a, a hívek, de meg vannak vezetve, olyan szellemi befolyás alatt vannak, hogy egyszerűen nem ismerik föl, hogy az egész egy tévedés, ugye Pál is beszél más evangéliumról, más Krisztusról, más szellemről, és azokat is elfogadták. Vannak negatív szereplők az új szövetségbe, akik maguk köré gyűjtötték az embereket, és őket is követték valamilyen szinten az emberek. Tehát önmagában szerintem az nem elégséges hogy egy gyülekezet valakit elfogad-e hanem az, az, mindig az igéhez kell mérni egy, egy uh, szolgálatnak a mienségét, minőségét, és ha az megfelel a szellemi erkölcsi követelményeknek, és abban vannak tényleg olyan evangéliumi bizonyságok, megváltozott életek, helyreállt sorsok, bűnösök megtérnek, a, a, szent, nyilván a Szentlélek igazolja a, 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 az igazság szelleme, igazolja, hogy, a, hogy az ige az, tényleg az igazság van hirdetve, Krisztus központú, a, az a gyülekezet szellemközpontú, milyen a viszonya a szolgálati ajándékhoz elszeparálja a, 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 gyülekezetet a szolgálati ajándéktól, vagy integrálja a szolgálati ajándékhoz. Tehát szerintem ezek adják meg egy szolgálatnak a hitelességét, mert ettől lesz az egésznek egy jó íze, egy, egy olyan minősége, hogy bármelyik ilyen gyülekezetbe bemegy az ember, akkor ugyanazt tapasztalja, mint mondjuk itt Budapesten a nagy gyülekezetben. Ez még hozzám szólnék egy pár dolgot, hiszen a Robinális és, és minnyiunknál a gyülekezetünk, még hogyha a roma gyülekezetnek mondjuk is, sok magyar rendszeresen látogatja, és nem is látogatja, hanem szerves része a gyülekezeteinknek. Aminek bizonyítéka az, hogy egyébként nem egy szegregáció, különváló, ráhúzott roma gyülekezet, hanem ahol a roma szolgáló Isten e kiválasztottja, Isten ajándékával rendelkező, Isten belehelyezte azt az ajándékot, aminek a megfelelő gyümölcseit megteremte, ez nem csak a roma emberek számára fog áldást nyújtani, hanem magyar emberek is áldást tudnak venni roma szolgálatokból, és ha már a roma szolgálatokból tudnak magyar emberek is áldást venni, akkor itt már megint eltűnik az a kérdés, hogy roma vagy magyar, mert akkor már nem azt hallják, hogy egy roma prédikál nekünk, vagy egy magyar prédikál nekünk, hanem Isten szól hozzánk az ő igényén keresztül. És ez az az a momentum, amikor eltűnik ez a kulturális különbség, és a valaki nem azért hallgatja a romát, mert roma, vagy a magyar, mert magyar, hanem azért, mert felismertem az úrnak a hangját ezen a szolgálaton keresztül. Tehát ez a cigány és nem cigány ö, ö, kifejezésre appellálsz. Ö, ö, ugye sok ö, ö, roma szolgálat indult el, de mégis, ö, és, és talán voltak ébredési hullámok. Ö, amiket annak lehet nevezni, hogy ébredési hullámok, de mégis lejáratódtak ö, ö, ezek, ö, és ezt a, jól értem, akkor nehezíti a szolgálatot, a romáknak a, a, a befogadó képességét, amikor megjelenik ö, egy újabb roma szolgáló. Mit gondoltok erről? Hát ugye én kisgyerekkorom óta tudom figyelemmel kísérni a, a romák közötti ébredést. Az első gyülekezet, Budapesten ugye édesapáméknak a vezetésével a saját házunkból indult el annak idején, és folyamatosan azt láttuk, és azt látom, hogy ahogy terjedett ki Isten munkája, ä, a muzikus romákra, a hol... a olátszigányokra, stb. 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 és a cigányságot úgy mond, elérte az evangélium. Felbukkantak olyan szolgálatok, amik nem legitimek, és uh -huh. ugye itt csatolanám a mondani valómat a Ricsihez, hogy, és maga kérdésben is volt ilyen, hogy mitől legitim egy roma szolgálat? Hát ugyanattól, mint ami nem romák esetében is érvényes, az igéhez kell menni, és az igében kell megtalálni, és az igében kell venni, és a Szent Szelem által kell venni az alkalmas voltot. Nagyon sokan önjelölten kiálltak prédikálni, gyülekezetet, úgymond gyülekezetet alapítani. Megtévesztette őket az, hogy nyilván van a Szentléleknek szent egy hulláma, és az sok embert elér. És akkor egy, egy kicsit, aki euh, temperamentumosabb volt, hangosabban kiábált, már rögtön pásztornak kiáltotta ki magát, és nyilván, hogy sok tudatlan ember sajnos megvezetett. Ez még az egyik jó indulatú tévedés. A nagyobb tévedés és a probléma az, amikor olyan erkölcsi bűnökben vannak benne, amikor amikor házasságtöréssel vannak, különböző bűnökben vannak, élnek, és kegyelemre hivatkozva hirdetik Istennek az igéjét. Tehát ezek az emberek nem, hogy, hogy a maguk körében okoznak kárt, hanem, hanem sajnos az egész cigányság ellen egy, egy, egy eh, ahogy te is egyszer fogalmaztál, meréletet követnek el, és egyetértek ezzel a kijelentéseddel, mert sajnos igen kártékony ezeknek az embereknek a szolgálata, Ezeknek az embereknek a szolgálatának a, 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 a megszűnése hatalmas áldás jelentene Magyarországon élő cigányok számára. Hozzáteszem, nem csak a gyülekezeteknek, minden egyes cigány ember számára, mert nem mindegy, hogy kitől halljuk az evangéliumot. Így van, és ez nagyon megnehezíti, amikor meg jönnek ugye olyan szolgálatok, hogy tényleg az úrtól való elhívott. Hát ez körülbelül olyan, mint amikor ilyen száraz poros úton fölveri az autó a port, egy idő még azután az leülepszik. És még kitisztul aztán minden, és lehet normálisan látni, lélegezni, stb. És ezért sokszor, sokszor van az emberekbe egyfajta tartózkodás utána, hogy na hát már, már ez se lesz külön, és, és ugye hát bennünket is nyilván így figyelnek. Roma missziót, Hogy most ez is csak egy szalmalányi fellángolás lesz, vagy most mit, mit fognak ebből kihozni ezek, vagy ezek is ugyanolyanok, és hát hát nyilván az időre is rá kell bízni ezeket a dolgokat, hogy milyen gyümölcsöket fog ezt teremni. Bocsánat, még Igen. saját magamat kiavítanám. Ugye mondtam, hogy nem mindegy, hogy kitől hallják az evangéliumot, finomítanék a dolgon pálapostól, azt mondja, hogy akár színből, akár szívből, de az evangélium hirdetesség, ez így rendben is lenne, de az, hogy kik tanítják az embereket, és hogyan válnak tanítványokká, ami a végcél, na az a nem mindegy. Igen. És kérdezem én, aki nem tanítvány, az hogy akart tanítványa nevelni másokat. És ugye Krisztus a legnagyobb tanítvány, és ő így, így az ő példáját merítve, tudjuk mi is a tanítványságot továbbadni. A hitelességről még csak annyi jut eszembe, hogy hallgattak benneteket, hogy igazából a Bibliában le vannak fektetve a presbitériumok, presbitereknek, diakónusoknak, pásztoroknak a, 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 azok ismérvei. a ismérvei, ugye? Amit <kül> hát figyelembe így. kell venni. Sajnos csak Nyolc percünk maradt, úgyhogy lassan be kell fejeznünk a műsort. Engedjétek meg, hogy föltegyem azt a kérdést, hogy milyen kihívások előtt áll a Roma misszió? Hát én azt látom, amit most is elhangzott már többünkbe, a hitelesség. Én úgy látom, talán a Roma misszió lehet egy jó példája ennek, még ha most ezzel sokan nem is értenek egyet, de látni kell azt a munkát amiben részt veszünk, meg ami nagyon fontos, hogy a Sándor hozta létre. És mi ennek a látásnak is szeretnénk eleget tenni, ennek a behívásnak a Roma Misszióban, mi ezt szeretnénk propagálni, ezért is rendeztünk és rendezünk konferenciákat, és enne, ehhez méltóan is tanítjuk az embereket. Ennek a fajta látásnak rendeltük mi is a és én azt gondolom, hogy a jövőben egy olyan ki e, kihívás előtt áll el a roma misszió, hogy ezt a tendenciát, ami elindult, ahogy utaltál 70-es évekre, ugye a Beni is mondta, hogy e, valaki hangosabban beszélt, vagy jobban előadta Igen. magát, ő kikiáltotta magát pásztornak, és tudjuk, hogy sajnos nagyon sokan vannak e, ilyen, ilyen e, emberek, akik így szolgálnak most is roma emberek felé, de hála Istennek látjuk azt is, hogy pont a Roma misszió kapcsán nekem a személyes tapasztalatom az, hogy nagyon sok helyen most már fölismerik a tanításbeli különbségeket, a tisztaságot, a hitelességet, mert még az egyik alkalman azt látják, hogy az evangéliumról beszél, amikor ugye kijön az Isten tiszteletről, most úgynevezett Pásztorról beszélünk, vagy gyülekezetvezetőről, kint pedig folytatja a világi életét. Tehát ebből én úgy látom, hogy a roma embereknek nagyon soknak elege van, és vágynak az igazi evangéliumra, a tisztaságra. Én azt gondolom, hogy a misszió ebbe egy jó utat fog mutatni a jövőbe még inkább. Nézzek, hogy van-e még egy pár percünk, lehet, hogy már ö, 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 nincs, de hogyha még valaki ö, szeretne hozzászólni, Beni, parancsolj! <laughs> Bocsánat, csak egy, igen, még így az egész ez eh, eszembe jutott, ugye Péter beszél arról, ugye beszéltünk arról, hogy leképezzük Sándornak a, a szolgálatát, és akkor most fel lehet tenni a kérdés, hogy hát de miért, hát Sándor nem tud szolgálni a romák felé, és akkor stb. 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 és akkor elmennek az Isten miért nem értik a romák a, a Sándor predikációját, maga pálapostolnak a szavait sem értették meg sokan, ezt ez Péter maga mondja, igen. hogy elcsűrik és elcsavarják Bizant. a nehezen érthető dolgokat is, pedig az igazság. És valahogy talán ezt láttuk meg, és őszintén beszélhetünk arról, hogy mertük mi ezt beismerni, avval együtt, hogy a, a, a lelkészeink, a pásztoraink ebben támogattak minket, ezért is inspiráltak minket, hogy menjünk a Szent Pál Akadémiára, tanuljunk, végezzünk el bibliaiskolákat, mert be akartak minket ágyazni annak a kijelentésnek a medrében, hogy azt mi is értsük, és utána tudjuk azt továbbadni. Tehát a Bibliában erről igenis szó van, hogy két főapostól, az egyik főapostól, a másik főapostolnak a szolgál, Alatt, nem, hogy minő, nem minősíti, hanem egyszerűen tényközlést ad, hogy emberek nem értik, elcsürik, elcsavarják. Ezért adott minket Isten, merem, ezt így kijelenteni. Ezért adta Isten a roma missziót, hogy a roma misszió nem elcsűri csavarja a szolgálati ajándéknak a szolgálatát, az ige hirdetését, hanem nagyon is közérthetővé tegye. Minden. Mi is még egy mondatot szeretnék csak a végére a kihívásokkal kapcsolatosan, és szerintem az országos roma misszión belül a legnagyobb kihívás, hogy a jelenleg körülbelül 20 gyülekezetből álló országos roma misszión belül a vezetők meg tudják tartani az egységet, hogy ez az egység erősödjön, és meg tudja áldani az úr ezt, és minél több gyülekezet csatlakozik, és az egység megmarad, ez meggyőződésünk, hogy ki fog áradni a roma nemzetre, és az utolsó időkben lévő ébredésre, és ezzel minél több ember üdvösséget fog nyerni Isten kegyelmében. Úgyhogy áldja meg az úra az országos roma misszión belüli egységet. Egyetértünk kicsit én nekem már csak annyi, hogy, hogy, szerintem még mi sem tudjuk igazából, hogy hova fog ez kicsúcsosodni. Meg vagyunk róla győződve, ugye többször beszélgettünk, hogy ez nem, 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 egy, nem egy ilyen emberi kezdeményezés hanem ez az Istennek a kajrosza, ez, ez a meglátogatásnak az ideje. És ha mi ezen hűségesek tudunk maradni, és megmaradunk továbbra is abba a tekintély rendbe, amit Isten létrehozott, akkor még magunk sem tudjuk szerintem, hogy mennyi mindent fog az Isten még cselekedni a jövőben. Úgyhogy ezen dolgozunk mindannyian. Hát nagyon köszönöm, hogy a Janistáknak a vendégei voltatok. Búcsúzunk a kedves hallgatóktól, nézőktől. Technikusként közreműködött Bagócsi Bátor, a mai adás szerkesztője pedig virág éva volt, király márkot hallották, megköszönöm a figyelmüket a viszont hallásra, viszontlátásra.